Hello, szia, üdvözöllek. Úgy gondolom, hogy én nekem is el kell mondanom a véleményemet. Én is láttam sajnos ezt a videót, meg most utána láttam egy pár dolgot is, hogy itt bocsánatokat kér, meg nem tudom hány érme van, meg ilyen rákos gecik, elnézést. Csak igen, ahogy láttam ezt a videót is, csak még egyszer meg szeretném nézni veletek, hogy elmondjátok kommentben, hogy ti mit gondoltok erről a dologról, és ahogy a Zsoza is mondja, osszátok meg, minél többen beszéljünk erről a dologról, mert ez egy nem normális dolog, hogy egy kisgyereket csak úgy felrúg, és akkor emberségből ez egy nulla. Na, nézzük meg, és utána beszélünk róla. Láttátok, egy csáva fölrugott egy 5 éves forma kiskölyköt, de úgy bazzik, hogy fejjel esett a földre szegénykém. Ja, hát igen, ezt mondom. Elég szépen kirúgta a lábait. Jó, itt írták, hogy ilyen védelmezők, hogy hát a piros szőnyegre vitte, ahol kirúgta, és akkor nem fáj, meg... Jó, ezt mond annak, hogyha lenne gyereked is, a te gyerekednek rúgnál ki a lábát, egy ilyen tajparaszt, hát széttördelném a lábait, az egész embert összehajtogatnám. Érted? Ilyenkor nincs az, hogy jaj, jó van, csak artan olyan gyerek ebből majd megemberedik, meg ilyen fasságok, szóval... Kis szúnyog testével, érted? Van az egészben 10 kiló. Hát ez az. Azt az a büdös faszopó tetvedék, meg alárugott egyet, egy 56 éves nyomorult kopasz geci. Szóval nem értem, hogy ne is menjünk bele, baszd, mert tényleg vállalhatatlan. Az, ami is az vagyok, de ez most őszinte. Hát, ja, igen. Ez ami mindenkiből kijön, egy olyan dolog, hogy ez miatt, hogy ez mellett nem lehet elmenni egyszerűen, amikor valaki kiakad, pedig jól tűri a kritikát a Zsuzsa. Amúgy is sokan beszólnak neki, stb. Elengedi, jó, töröljük, azt kitérdekem az anyádba, meg stb. De itt azért látszik, hogy ki van akadva rendesen. De szerintem nagyon felidegesített. 3 napja ezen pörgök, mikor jó, nyilván neki is vannak gyerekei, ő se szólna jót hozzá, hogyha az ő gyerekével ilyet csinálnak. Szerintem széttiporná. Nincsenek szavak erre. Láttam azt a videót. Geci. Az ilyet úgy tele basznám, hogy leszakadna a feje, de komolyan. Hát, ne haragudjatok, hogy itt ezt most elmondom, csak azért, mert a kontextusból ki beszéltünk róla. Beszéljetek róla, nyugodtan, osszátok meg, mert egy faszopó tetüláda. Így van. Úgyhogy ez nem helyén való. Nyilván én is, meg hát az, hogy bocsánatot kér a szülőktől, az anyjától. Nem tudom, hogy ilyenkor a gyereknek az apja hol van. Jó, nyilván, hogyha meghalt meg ilyen, akkor meg lehet érteni. De az anyja helyében sem. Most ide jönne a csávó, így bocsánatot kérni, hogy az én gyerekemet, hogyha lesz majd. Nyilván akkor sem mondanám, hogy ah, jó van, meg nem baj a gyereknek, ebből tanul, meg stb. Nem. Olyat lenyomál neki, ittást nem elgeci. Elvinném egy olyan helyre, kertbe, vagy akármi, ott a pocok túrásba bele fújtanám. Ez nem tudom. Nincsenek erre szavak amúgy. Szóval, na várjál. Nézzünk kommenteket, hogy azért legyünk olyanok, hogy itt vannak kommentek is, és hogy de szeretem, hogy átérezte. Hát nyilván átérezte, mert neki is van a gyerekei, meg ez mindenkit felcsesz idegileg. És ez ő is egy apa. Honnan neki van gyereke, főleg, hogy az egyik egy kislány. Hát, pazd meg. Meg kell nevelni a kopaszgetit. Hát meg. Az a baj, hogy nem volt megneve. Azt hiszi, hogy ő itt a nagy valaki, azt... Nem tudom, nem akarok csúnyát mondani, tényleg nem. Ugyanezt érzem, együtt is vagy neki. Most kinek? Ki mondta, hogy ő akarja? Általában azok mondják ezt, akik neki akarnak menni.
Hát mert mindenkit felbasz idegileg. Ezért kell lapát, nyíl vagy, kapa, balta, féltégla. Jó, persze. Azt rögtön van is nálad meg ilyen. Az anyom volt, karate edzője volt. Volt. Az anyom volt, karate edzője volt. És ezért nem volt otthon. Mert nekem is edzőm volt 6,5 évig. Jézus! Názáreti Jézus! Holnapi napra szerveztek a kisfiúz egy, igen, azt láttam, a, nem tudom, ki volt, hogy 1000 motorossal meglátogattuk, nem tudom, hogy hívják. Társak, ha gondol, csatlakozz, te is. Ez melyik volt? Az pont nagyon érdekel ez a, ez a volt, melyik volt? GTA? GTA? Érted? Igen, jó ember, hát igen. Jó, bizony, csak sokan nem látják ezt az oldalát. És akkor most, hogyha látod, akkor mi van? Mert nem akadnál ki ezeken? Na mindegy. Gyerekként az a Pali volt a karate oktatóm, hát mondanom sem kell, miért hagytam ott. Mesélj. Az meg ez. Zsózef mindig igazat beszél, kis szúnyog testével. Miért kell ezt kinevetni? Miért nem? Kis vékunyka, meg... Na, jó, hagyjuk mindig. Hogy első igaza van, Zsózi, hát igen, hirtelen az az egész szervezet eltűnt mindenhonnan. Ja, hát nyilván ez egy hatalmas nagy balhely. Szülőként én is 4 napja pörgök rajta, és zavar, hogy nem tudok mit tenni. Hát sajnos ez nem is hoz. Az a legnagyobb probléma, hogy akinek intézkedniük kellene, nem tesznek semmit. Jó, te mindenhova oda kommentálsz, nem? Na így kell, ha valaki figyel a hangodra, igenis hallatos meg. De igen, mert sok olyan, akinek vannak sok követői, sok emberhez elér, nem beszél róla, meg nem azt adja le a többi embernek, mint amit kéne. Sosem hallottam így beszélni, de még tudom érteni. Mit, jó, igen, meg tudom érteni, utol, hogy ezeket inkább hagyjuk. Azért, hogy őszintén, mert imádok. Öregem, az öreget imád. Kis öri-möri. Zsózi, Zsózi, jó, ezt ilyen anyukám régen tanítványa volt. Vele nem történt semmi? Az ember te. Mindenhova oda komment el. Ez ilyen poloska. Ágyi poloska. Nem történt vele semmi? Hm? Mi volt az? Ámen, atyám. Ámen. Jó, ne hülyeskedjük el. Igazán, testvérem. Testvérem. Igazad van, Ákos. Hú, ez jó az ember, és én is feltakozott minden, és annál jó, igen. És igaz, az kölyögte, mi? Az nem kölyögte, az egy gyerek, ártatlan gyerek, te nálala. Ezután bedobta a videót. Amúgy, ja, beszokta. Nagy karatélyos. Ó, nagyon vicces most ez tényleg. Hol lakik? Már jönnek a videók, hol lakik? Elindultunk tesókkal. Már mindjárt indulunk, Lada már járó motorral van, most tankolunk. Már kiengedtük a kéziféket. Megszerettem a cím... Megszerettem a címét. 2 óra múlva leszedték a telomról. He. Real. Vagy a lehető Real. Real Madrid vagy Real Bolt. Igazad van. Igen, küldik itt a szíveket. Nagyon jó, hogy szerintem van mind a több ezer komment van. Na, 184 hozzászól. Ez ilyen jelölgetések, aki nem így érez, az nem ember kb. De a TikTok közösségi napvilágra hozta még a címet is. Hát nem hiszem, de jó, remélem, a közelben lakók megtették, amit... Hát lehet, hogy egy pár pulyáról kiment, aztán adtak a szájnak, azért most el van tűnve. Úgymond nyaralnak. Meg volt egy hangfelvétel, hogy a világ elől elmenekül, stb. Hát nyilván, hogyha nem akar meghalni. Én meg sem néztem, nem akartam, csak annyit írnék, hogy azt kívánom, sorstolom, hogy találkozunk. Jó, én értem, de nőként találkozol vele, mi lesz? Nem sok minden. Szegény kisfiú, sajnos. Én és bátyám ismertük is az edzőt, és elvileg egy nőt is megerőszakolt.
és a nő eddig nem mert szólni, mert fenyegette, hogyha feljelent a csávot, akkor meg az igen, meg a Lee, és a gyerek bántalmazása miatt. Ne basszál föl! Nekem sem megy ki a szememből, gyerekeimnek megmutattam, látnia kell, ha bármilyen bántás történik, el kell mondani. Hát ez nyilván, hogy ez, igen, ez előbb beszélni kell, és kell egy kapcsolat a szülők felé, hogy elmondja, hogy igen, ez a bácsi, ez akármit is akart tőlem, utána meg jó telébe kell baszni, ahogy mondta Zsuzsa. Azóta kiderült, hogy Lilium T-Pro manipulátor nem erőszaktevő is, abuzív, érzelmileg, mentálisan, fizikálisan egy E pont leme beteg. Hát, ki gondolta volna? Én feketedve, nagy ittemre lefélgeztem, letiltottak, ha nincs az kamera, ma is folytat. Á, sajnos igen, igen, sajnos ez van, hogy ha nem derül ki, akkor ugyanúgy folytatja, és még ki tudja, mi lesz belőle. Kartés volt, és ki is rúgták a sportjából, mennie kell a bíróságra. Hát nyilván apa ő is. Torockai László. Az eset óta fontosan kerülnek elő a korábbi bántalmazottak, nem az első volt neki. Így engedje el a szülő gyerekét, otthon nincs bántva. Hát jó, mert jól működik a családpolitikánk is. Hú, ez az ember te. De unalmas. Búj már el magadnak, remélem van gyereked, és vele soha nem fog ilyen történni, mert bárki tudja, hogy jelenti ekkor tudom. Evel a láló. Jó, remélem azoktól nincs gondja az ablak takarítással, mert megoldják az arra járók téglával. Illetve ha jól olvastam, utána visszament, megrángatta, és ordibált vele, hogy keljen fel, micsoda ő lány. Ja, ezt én is hallottam amúgy, igen, gondolom, mert sírt a kis tök mag. Persze, hogy fog, amikor konkrétan fejre esik. Jó, volt rajta szebb bukós is, csak valami esi, de akkor is ez egy nonsense dolog, hogy valaki csak úgy felrúgunk, és érted, ez egy érzelmileg neki egy nagyon szar dolog. Megpördülés levegőben, majd aztán az oldalára. Engem is felbaszott, amikor láttam, mit csinál, elfogadhatatlan, mivel Fideszes megúszta, már spanyolban pihen. De valaki nem tudja, jó, adjuk össze egészet. Olvassátok el a kommenteket, meg újra közöltem, sokan láttátok, Tikfoson, és írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok róla, erről az egész dologról. És csúnyát ne írjatok, mert le fog tiltani a TikTok, tudom. Ha már csak annyit írsz, hogy élet, meg ilyenek, az rögtön le tiltanak. Szóval gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit róla. Nem lehet elmenni az ilyen dolgok mellett. És remélem, hogy minden jóra fordul. Mind a kettő esetben a gyereknek is. Jobb jövője lesz ezek után, meg ilyenek. A Chávez az meg... Hát pusztuljon meg, érted? Csak semmi rosszat nem kell neki, de levegőt se, szóval, de úgyis Isten elintézi, szóval ezen nem kell. Ha meg nem Isten, akkor majd jönnek a tesomszok, azt szia uram, velés érdekel? Na, köszi, hogy itt voltál, és pacsi, nyomj egy lájkot, mert akkor lesz az analitika nagyon jó, és kiküldi mindenkinek. Kommentelj, mert érdekel ez az egész, hogy mit, hogyan, miképp, és közöld újra a videót, légy. Nem azért, hogy most magam azt állalja, meg fölkapaszkod, meg stb. Csak azért, hogy mindenkihez eljusson, akihez esetleg még nem jutott volna el. Szóval köszi, hogy itt voltál, és sziasztok, majd jövök egy következő videóval, vagy ha lesz valami. Sziasztok.